Varjú László képviselő úr, a DK vezérszónoka. Parancsoljon! Elnök úr, köszönöm a szót, és ezt a bizonytalan helyzetből következő gondolatot szeretném mindenképpen azzal folytatni, hogy önöknek valóban van dolguk azzal, hogy egy ilyen saláta törvény tárgyalása közben elhárítsák azokat az aggályokat, amelyek itt felmerültek, mert abban a helyzetben vagyunk, hogy akkor én mondjak egy más példát Molnár Gyula képviselőtársamhoz képest, amikor Fülöp Jimmy Piszkos Fredről gondolta azt, hogy nem tudjuk, hogy hol van, nem tudjuk, hogy mit csinál, de hogy kavarja, az egészen biztos. Tehát ebből kifolyólag ez a kormány, a Fidesz elvesztette azt a jogát és azt a lehetőségét, hogy tulajdonképpen egy ilyen nagyon egyszerű körülmények között és sok tekintetben módosítandó elemek szempontjából tudjunk bizalommal tekinteni arra, amit önök előterjesztenek. Ennek a bizalomvesztésnek az egyik oka természetesen az, amit a mai nap folyamán többször fölmerült már, hogy én következetesen mindig kérem önöktől, hiszen önök fogadták el ezt a törvényt, hogy egy ilyen, különösen egy ilyen sok törvény által előállított új szituációnak legyen valamilyen felmérése, legyen valamilyen hatástanulmánya. Önök fogadták el azt a törvényt, előírták, mint jogszabályt, hogy ezekhez a törvényekhez erre szükség van, és önök ezt rendre figyelmen kívül hagyják, és nem segítik azt a munkát a tekintetben, ami a tisztánlátáshoz hozzájárul. Ehelyett inkább a mondani való hiányának eltakarására laza gyurcsányozásba kezdenek, ami... Mondjuk úgy, hogy már azért is hiába való, mert hogyha szembe kell nézniük azzal, hogy egyébként nem csinálnak mást, mint hogy korábbi kezdeményezést a 13. havi nyugdíjba szeretnek, pedig önöknek a 14-kel kellene foglalkozni, az se képesek, de a 13-at sem képesek megcsinálni, de ugyanúgy elirigylik azt, és egyébként nem teszik meg. Most az autópályák egyébként legnagyobb, mondjuk úgy, hogy építőjével, hogyha már Gyurcsány Ferencről kell beszélni, akkor igen, az a kormány volt, amely infrastruktúra teremtéssel alapvetően foglalkozott, ami a lehetőséget teremt vállalkozásokat, amelyek egyébként éppen, hogy ezek mellé, az autópályák mellé tudnak épülni. Hogy a hídépítésről még ne is beszéljek, pedig önöknek e tekintetben még sok tekintetben adósságuk van. Nos, tehát ha ilyen triviális dolgokat kell figyelembe venni, akkor e törvény kapcsán inkább amiatt van aggályom, mert ha ilyet kell mondanom, akkor az ég kék, a fű zöld, a Fidesz hazudik. És ha ez így van, akkor kétségtelen, hogy a törvény e tekintetben valóban, az előterjesztésük valóban kétségeket hagy maga után. Már csak azért is, mert az egyik ilyen fontos döntés, és erre az mai nap folyamán az önkormányzatokról elég sokat beszélünk, és látjuk azt, hogy onnét forrásokat vonnak el, ellenben új feladatokat telepítenek oda. És bár többeknek újdonság volt, hogy ezen az oldalon sokkal több önkormányzati képviselővel vagy önkormányzati tapasztalattal rendelkező képviselő van, és feltűnik az, hogy az önök ebbéli magatartása folyamatos. Ezzel a kérdéssel biztos, hogy érdemes egyik oldalról, tehát érdemes körbejárni, és látni kellettne azt, akár egy hatástanulmány útján, hogy mekkora terhet rónak most az önkormányzatokra, azon túlmenően, hogy akár a jogi lehetőségei vagy a jogi rendezettségét ezen keresztül meg tudják teremteni. És még hosszabban sorolhatnám ezt a történetet, de azt hiszem, hogy a mai nap folyamán elégedjenek meg azzal, hogy az önök előkészítetlen törvény benyújtásai után nem látom annak lehetőségét, vagy nem látom annak garanciáját, hogy ezt bizonyossággal lehetne ebben még triviális dolgokat is támogatni. Épp ezért fenntartjuk a jogunkat a kétkedésre, és ezt a végén majd meglátjuk annak, hogy egyébként akár államtitkár úr válaszában, vagy az önök érvein nyomán kialakulhat-e bármilyen egyetértés.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!